Következőkben Németh Ádám lesz a vendégem, közönségkapcsolati munkatársa a Tragor Ignác Múzeumnak, akit hát meglepetésemre ezúttal nem reneszánsz ruhában köszönhetem, de valószínű, hogy ennek ahhoz van köze, hogy ezúttal nem a reneszánszal kapcsolatban érkezett, hanem a régészettel. Van is kalapja, de azt kinhagyta az előtérben. Szervusz, köszöntelek. Szervusz. No hát jó látni, hogy így is végig tudsz jönni a városon, ez mindenképpen... Nehezemre esett, gondolkoztam, hogy így a régészet napjához hozzak-e egy koszos ásót, esetleg egy marék ecsetet és csontvázat magam mellé ültessek, de a kollégák lebeszéltek. Róla. Nem csodálom, de pedig mondhattad volna közben, hogy itt ásunk egy kutatóárkot oda egy másikat, és ez is jól hangzott volna. A régészet, mint olyan egyébként különben is egy ilyen nagyon furcsa téma mindig, mert azért Hollywood és mi egymás kicsit olyan irányba vitte el ezt a történetet, hogyha az ember nem tudom, aranykincseket és csapdákkal teli templomot fedez föl, akkor egyébként ez egy unalmas dolog, hogy az ember csak autópályák mentén ecsettel birizgál, de hát gondolom, hogy nem erről fog szólni ez. Nem. Jó, nyilván tény és való, hogy még soha egyetlen kollégámra se fogtak fegyvert, hogy ide a pálfány taktas honz. Jogos. De ettől még nagyon izgalmas dolgok kerülnek elő, és szeretnénk megmutatni, hogy milyen borzasztóan sok munka, és milyenek az igazi Indiana Jones-ok kalandjai. Éppen ezért meghívunk egy különleges előadót most a régészet napjára. Méghozzá egy angol úriembert, Tom Chilton, aki itt él velünk Vácon, és ő azt az előadás címet választotta, hogy részeg áthúzva régész voltam Norvégiában a 70-es években, és arról fog mesélni, hogy ott fönn a fagyos fjordoknál milyen kalandokat élt át, és milyen dolgokra bukkantak. Egyébként ez egy ilyen rendhagyó előadás lesz, mert lesz benne élő zene is, és hát reméljük, hogy nagyon, nagyon tetszeni fog a helyieknek. Mi imádjuk őt, diorámákat csinál egyébként most a Báthori 550 kiállításon, több fontos régészeti leletünk mellett egyébként az ő diorámái, makettjei is láthatók, egy nagyon szép vármakett, illetve Báthori püspökről egy nagyon, nagyon szép dioráma is. Úgyhogy mindenképpen egy nagyon izgalmas figura az úriember, remélem, hogy mások is élvezni fogják. Ez a délutáni programelemnek tulajdonképpen, vagy a programrésznek a nyitó rendezvénye, de már délelőtt is megkezditek. Egyébként, hogy május 31-éről beszélünk, ez egy pénteki nap, amikor ezt a régészet napját tartjátok. Haladjunk végig kronológiailag azon, hogy mi az, ami várható, akik már délelőtt el tudnak menni erre, kiknek készültök akkor? Délelőtt mindenképpen az iskolás csoportoknak készülünk, egy Áskálódók nevű program alól egy kicsit beletekinthetnek a régészetnek a hétköznapi valóságába, és utána ki is próbálhatják egy mini ásatáson magukat. Az udvarunkban, a múzeumunk udvarába egy kis mini ásatást rendezünk be, és hát ki tudja, mit találnak majd. Ez óránként fog indulni, ez a program 10 és 14 óra között, ez egyébként egy fizetős program, ellentétben azzal a délutáni szekcióval, amit 15 órakor kezdődik. Itt is lesz egyébként majd mini régészeti ásatás, de itt már lesznek fémkeresősök, a múzeum önkéntes fémkeresősei. Ugye ez a fémkeresőzés, ez a régészet tiltott gyümölcse, mert nagyon-nagyon szigorú szabályok között lehet csak ilyet csinálni. Egyébként... Olyan, ez a pittyegő dolog, amivel az igen. Összes tengerparton mennek az emberek? Igen. Tehát ugye ami a földben van, az ugye közvagyon, és nagyon sokan azt csinálják egyébként illegálisan, hogy kiássák ezeket. Aha. A dolgokat, és szépen zsebre rakják, uh-huh. Vagy eladják, és akkor még nem is beszélünk az igazi sírrablásról, ami sajnos előfordul mondjuk II. Világháborús csatatereknél, uh-huh. De itt múzeumbarát fémkeresősök, akik velünk együtt dolgoznak, ők jönnek majd ki, és ők mutatják meg, hogy hát, hogy ugyanolyan izgalmasan, de hogy is csinálják ezt a múzeumért, hogy mindenki legyen az a kincs, amit találnak a földbe, és ki lehet majd próbálni ezeket az eszközöket, egy valódi kincskereséssel a földbe, ott az udvaron. Ti fogjátok elásni, amit meg lehet keresni? Uh-huh. Jó, oké, rendben. Így tehát van. Akkor nem arról van szó, hogy ha nem találnak semmit, akkor fölbontjátok az utcafrontot. Egészen biztosan lesz mit találni. Illetve
illetve ugye lesz az előadás, és lesz még egyébként Fekete László kollégámnak, a múzeumunk régészének egy izgalmas előadása arról, hogy a régészet az milyen más területekkel dolgozik együtt, és hogy viszi néha irgalmatlanul másfelé nagyon-nagyon rossz ilyen útvesztős tévutakra, illetve hogy tudja segíteni a különböző ilyen társtudományok a régészek munkáját, úgyhogy igyekszünk minél szélesebb perspektívába. Kézzelfoghatóan, elméletben, képpel, zenével, mindennel kipróbálhatóvá tenni ezt az izgalmas tudományterületet, és ráadásul a délutáni szekció ugye teljesen ingyenes. Ez a történeti segédtudomány bemutató, ez tulajdonképpen akkor mindenfélét magába fog foglalni, amit, tehát a heraldikától kezdve mindenféle, vagy ez most nem ebben az irányban? Igen, tehát hogy olyan dolgokat fog fölvonultatni, akár a nyelvészet, akár az új digitális eszközök, amik ugye más-más kutatási vonalakon indultak el, és mással foglalkoznak, de ugye a régészet az egy ilyen, azért egy macerás dolog, mert ugye hát szokták rá mondani, hogy megkövült néprajz. Tehát ugye a hétköznapokat... A hétköznapokat lehet belőle visszakövetni, de nagyon-nagyon-nagyon sok olyan dolog van, amihez egyrészt a régészet tud támogatást nyújtani, fizikai bizonyítékokat, ha történeti helyszínelők találni, másrészt pedig a régészetnek is szüksége van arra, hogy amit nem lehet a régi földből kiásott dolgokból kitalálni, hogy ez miért itt volt, miért úgy volt, kik hagyták itt, azt meg ugye más területeknek kell hozzátenni. Ez egész olyan, mint egy rakás, nagyon-nagyon okos ember, ilyen különböző, látszólag néha össze nem illő puzzle-ökből megpróbálja összerakni a múltat, és akkor valahányszor jön valami új, akkor hú, gyerekek, vissza az egész, és amelyen az asztal negyedét szétduljuk, és újra megpróbáljuk össze. És még mindig benne van az, hogy alapvetően máshogy is összeillenek azok a puzzle-ok, és aztán rájövünk ugye évszázadok után, hát lehet, hogy akkor úgy összeállt a puzzle, de az újabb puzzle elemek mentén, ugye, ahogy te is mondtad, hát igen, revideálódnak a dolgok. Igen. És többek között erről is szól majd ez az előadás, hogy ezt a harcot, ezt hogy vívják, hogy mennek tévutakra, meg hogy vezetik egymás sikerre. No, hát akkor ebből fog állni alapvetően a régészet napja, ami hát minden évben egyébként hoz valami érdekességet, de azt gondolom, ez most egy nagyon komplex és nagyon sok szintéren működő dolog, megint csak akár a reneszánsz nap is volt, egy pár gondolatot erről is ejtsünk, hogy sikerült nektek. A reneszánsz nappal meg kell, hogy mondjam, hogy először is nagyon nagy szerencsénk volt az időjárással, az volt az egyetlen, amit nem tudtunk szervezéssel megoldani, hogy milyen lesz az időjárás, de fantasztikusan jó, kifejezetten nyári idő volt. Szerencsére az udvart is nagyon szépen meg tudtuk újítani, ugye, amit egyébként a régészet napján is meg lehet majd tapasztalni, hogy most már az elefántos házból át lehet menni a múzeum hátsó nagy udvarára, görög templom udvarának is hívtuk régen, ezért ezek a programok is itt voltak már a Bátori 550-en, a régészet napján, sőt a múzeumok éjszakáján is majd itt lesz. Egyrészt borzasztóan jó volt, hogy ennyien jöttek el, ennyi érdeklődő volt. Én azt gondolom, hogy nagyon jó színpadi programok sikerettek, és én nagyon-nagyon örültem annak, hogy be tudtuk bizonyítani, hogy mondjuk sztár előadó nélkül össze lehet állítani egy olyan történelmi témára, egy olyan kulturális programot, ami ugyanannyira tud szórakoztató lenni, mint mondjuk bármelyik fesztivál program. Nyilván kisebben egy múzeum udvarán, de akkor is voltak vívás bemutatók, középkor régészetével foglalkozók is, ugyanúgy is mini ásatás, voltak játékok, sőt a mellettünk lévő vendéglátó igazi reneszánsz hangulatú ízekkel készült, direkt csak ezért az alkalom, ő is nagyon oda tette magát. Rengeteg múzeumból, a pénzmúzeumból jöttek kollégák, a hadtörténeti múzeumból jöttek kollégák, a visegrádi múzeumos kollégák is mind segítettek, tehát így gyakorlatilag mindenki összefogott azért, hogy egy nagyon-nagyon jól sikerült program legyen, és én nagyon jól éreztem magam, és hát csak remélni tudom, hogy a látogatók is. És hát úgy látom, hogy akkor ez a lelkesedés, ez visz is tovább titeket, hiszen most itt ez a régészetnap, és aztán pedig majd a múzeumok éjszakája, amire most nem maradt időnk, viszont majd gondolom jössz vissza, és akkor elmeséled, mert ugye ez még nagyjából egy hónap múlva, ugye? Június 22 talán. Igen, így van, és hát arra is gőzerővel készülünk. Na hát kíváncsian várom, hogy milyen jelmezben érkezel akkor, nem tudom, mi van éjszakára, éjszaka a múzeumban, ugye? Teddy Roosevelt volt olyan benne? Igen, például. A bajusz miatt gondoltam. Na, egyszer szívesen eljátszanám őt is, de Robin Williams sokkal jobb volt nálam. Hát Isten nyugtasson. Köszönöm szépen, hogy itt voltál.